Na nézzük, Walter White az a két különben. Mi? És aztán egy nózum fejes. Hát kömmel jó helyre tart, megint hopp! Sziasztok, a mai videóban megint egy-két csaló majmot fogunk elemezni. De mivel húsvét hétfő van, egy kis meglepetéssel is készültem nektek, a Skin Baron jó voltából. Azt már tudjátok, hogy a Skin Baron egy megbízható német skinpiac, ahol akár 30%-kal olcsóbban juthatsz skinekhez, mint a Steam Marketen. A böngészés könnyű és intuitív, így könnyen megtalálod a skineket, amikre szükséged lehet. Pedig egy millió skin van fent az oldalon. Az eladás is egy kattintás alatt megvan, és ami a legjobb, hogy a kapott pénzt akár kiutalhatod a bankszámládra is. Ráadásul a Skin Baronon jóval kevesebb jutalékot kell fizetned, mint máshol. 999 euró felett összesen 2%-ot vonnak le. A videó alatti linkre kattintva fedezzétek fel ti is a Skin Baront. Ebben a videóban nyomokat rejtettem el, amik 6 darab 5 eurós kódhoz vezetnek, ezeket a Skin Baron oldalán tudjátok felhasználni. De aki megtalálja az összes kódot és hibátlanul beírja a kommentek közé, azok között április 3-án egy AK Redline-t is ki fogok sorsolni. Fox, megveszed a gránátokat és bemegyünk fentire, vagy inkább egy rámparas? Bedobálok és rámparas. Jó, meg. Jó, messze. Persze, meghalunk. Egy kicsit kivárjunk, hogy menjünk alapba. Alapba meg tudsz nyitni, menjetek rámparas. Jó, mi megyünk rámparas. Ahol bekalt egy satézét. A csati... Mi ez? Nem tudok beszélni. Rotát. Jobb. Nem rossz. Bomba. Ó, tüdes. Eltűnk le, mert nem rotált fogja bavoz valamennyire. Én nagyon teljes mértékben fogom rotálni. Hosszúra. Egy rámpa lesz. Én már rámpa. Segíts neki, Pierce, segíts neki, Pierce. Mind kettő rámpa? Hát még egy rámpa. Hát csak egy rámpa. Most ugrasz a csatli a másik. Hosszú lesz van. Gyönyörű piszt. Nem mérsék nem volt. Hány hited volt rajtunk? Mennyit lőttél egyébként? 109 meg 83 meg. Anti-echo. Kinek az anti-echoja? Jó lett amúgy, hogy van egy jelleved maximum. Püstölte rámpát. Még se anti-echo, mert dezikebb. Egy heaven alatt, egy heaven fönt. Azt kapta, heaven fönt, ja. Te még a bombáért. Heaven lent kapta. Nyílt lent egy ajtó. Lent, akkor mehetünk fent. Gyertek. Heaven alatt vagyok. Azt hitte, ugye? Heavenre teszem. A heaven alatt vagy. Ucsó Csati? Te már rámpás az ucsó, nem? Exit szerintem. Ma mászott volna feltel. Put them, hello. Ugye a kör elején Kuli kólolta, hogy anti-echo, ez azt jelenti, hogy beállunk egy olyan felállásba, ami arra van kitalálva, hogy ne tudjanak minket lepusholni. Nagyon sokszor nyúlkan a CT-k, hogyha veszítik az első kört, a második körben megpróbálnak pusholni elég erőteljesen. Akár kint, ugye gránátokkal, akár az elosztóba érdemes ezt letartani és számítani erre. Másik érdekes dolog volt, ugye én kóloltam, sőt Fox is kólolta a kör közepe fele, vagy az eleje fele, hogy nyílt lent egy nyikorós ajtó. Ez nagyon fontos információt ad, azt hiszem akkor már csak két játékos volt életben, és rögtön meg lesz az infónk arról, hogy hova tudunk menni, a kettőből egyet már tudunk, hogy lent van, onnantól persze még ki kell találni azt, hogy mennyi idő neki átforogni, és aztán hol lehet. Ez azért érdekes, mert majd látni fogjátok, hogy az ellenfél ezt mennyire másképp interpretálja ezeket a dolgokat, meg másképp számít arra, hogy hol lehet ellenfél és hol nem. Tehát nekünk egy kicsit nehezebb dolgunk van olyan szempontból, hogy találgatnunk kell ilyen hangjelekből, meg utility dobásokból, meg egyéb dolgokból, hogy hol keressük az ellenfelet. Hát nézem ki ez. Ó, 125 órás account, az nice. Hogyó, és babóca. Ott vagyok. Hopp, ez tudok le. Nyugodt, tudok le. Hogy már innen a... Nyílt ajtó. Gyere innen. Nyugat esett. Csak már megijesztett, hogy Fox velem beszél.
Rámpa előre tolta, a csaló, vigyázz. Gyere csak a sárgába lesz. Ebben alatt. Mergában a csaló. Jön nyugatra jön. Egy heaven. Heaven. No, mi? Ebbe lőttem és nem hal. De mi történik? A korlát. Na nem hal, az ember. Az a csaló, kijött a füstből. Esett a... Hol van? Nyugatból kijött. Hát. 84 feliratkozott a mindenki engem szabotál. Rámpáról. Szabotás! Jött valami Nikor. Köszi Pidzsi. Kint esett valaki. Meghalt a csaló. Azok piszta hol vagy. Ah! Kuli a kör elején mondja, hogy gyanús neki az egyik játékos, meg is nézi a profilját, és persze ámulva látja kevés órát rajta. Ugye megnézzük, hogy mi az, amin felhúzta magát. Kuli van rámpán. Ámulozza rámpát, ugye visszatartja ezzel két CT-t, aki itt van. Ezután kezdenek el besétálni. Ellépi. Kuli erre számít. De ők ugye nem számítanak Kulira. Igen. Na most ez az, ami triggerelte Kulinál azt, hogy... Való. Ugye ami történik különben érdekes olyan szempontból, hogy ahogy jönnek rámpán a terroristák, ők ellépik, ezért Kuli tudja, hogy jönni fognak. Ezért felveszi a legjobb pozíciót, amit fel tud venni, bebújik oda a kisház mellé, és várja, hogy jöjjenek. Na most Graba, az emberünk, semmi más nem néz. Bejön el osztóba úgy, hogy lehet nyikorgós mögött valaki, lehet fent balra, mi cuncusnak hívjuk, de azon a kis perem részen, lehet terrorkezdőn valaki, de ő csak és kizárólag Kulit fogja tartani. Tehát mondom, se ezt, semmit nem, csak Kulit fogja tartani. Igen, és nem csoda, hogy Kuli ezen kiégett, mert ugye neki volt a KB Peaker's Advantage-e, tehát ő az, aki kinézett, mégis ő kapta a fejest, úgy le lett tartva. Ezt azért nehéz megcsinálni. Graba itt különben végig sétál úgy, hogy a társai trappol előtte. Nem lehet érteni különben, hogy mit tart. Értelmezhetetlen. És aztán Death Fox-ot ugyanígy lelövi. Nem fordul el a flash-től. Nagyon kevés játékos az, aki Death Fox előtt megáll a semmi közepén, letartja, nem fordul el a flash elől, és higgadtan csak fejbe lövi, mindenféle probléma nélkül. Be kell menni hozzá. De a plantra gyeres? Persze. Nem vagyok. Ben. Nyugat nullas, heaven egy, még egy heaven. Szép fog. Van még egy nyugatban nullas, csak le, gyorsan, kösz. Rock lesz. Volt. Kint van a hangár, VP. Hát igen. Megint tudom dobálni nyugatot, ha szeretnéd. Mehet a nyugat amúgy. Ha már, mi két VP-nk van? Persze, az ember. Dupla VP-s ventires. Igen, nem mi vettük. Mik a hibáztas? Igen. Jók csináltak. Nem mi voltunk. Tétlesenem neked nyugatot. Jó lesz. Kéne ezt füstölni. Nincs. No poli. Nem volt, lőttem. Van nyugat. Heaven. Halt. Igen, halt a heaven és van még nyugatban. Nyugat? Már halt. Ez lőtti? Még mindig van? Bárhol lehet. Kettőttem onnan. Tárgából lehet a foxot. Biztos. Ezt mondtam. Jó, de ott van kettőt volt. Kell ez? Ne, jó. VP-vel fog jönni. Valószínűleg. Tudi tartja nyugatot. Easy. Nem menjünk fel. No, please, no. Gyere, babasz. Please,
Fogon lobbi. Nyugatnál. Lobbi tolja. Azonnal fej. Halt a nyugat. Igen, és még van, igen, van még egy ott. Ebben alatt leszek ugye. Nagyon szép. Az volt a nyugat. Kettő lobby tolt a srácok. Ne vagy lobby. Oké. Jaj, tol. Nem megyek heaven, szép. Hát, egy rámpa. Rampán trappol. Fent vagyok heavenben. És a fenti tisztán tűnik. Alám jöhet a rámpa. Vigyezzel. Nem mehet, nem mehet. Vigyezzel, Mete. Jó. Akkor. Szép, ott volt. Nagyon jó. Dobálok, persze. Jó, én flash-elm nyugat itt. Ó, de vak vagy, sorry vagyok. Ez jó, nem. Kis háztető rakó és nyugat. Egy rakónál K, kettő van fent. Rámpára jön. Bam! Mi? Hát ez az. Nem kodik. De... A chat azt mondja bavasz, hogy az hit volt. Mellé ment, mozogtál. Nem mond már. Most van. Kaos hangár is. Esett, esett. Igen, az egy VP is ott van. Balra, balra ment. Nem engedem be nyugatiba. Fent 10 killi, akkor jövök vissza. Sápa VP mindig. Kint egy VP, meg... Akkor fent tiszta, nem? Igen, csak szerintem maradj, Kuli, maradj mi. Nem fognak itt megkúrni. Heaven. Összi már kezdben a 8 hónapot. Kezdben már egy fiatal medve. Nem meg C-t is tart fele. Az a baj, meghalok 9 HP-ja, úgyhogy... Szevasztok. Lehet még. Bedobálok, menjetek rámpára. Jó lesz az. Lehet, visszabb ment, visszabb ment. Mindig itt nincs senki rámpára. Még mindjárt benn vagyok a fentin. Akkor megyünk fentire. Gyertek vissza fentire. Egy heaven lesz. Tényleg. Ja! Ja bocs! Lesz item van! Az hallott minket. Sárgában benn van. Egy nyugat. Ha jövök garázs, üzé, elég exibbe váltak. Üzé, sárgában még ott a VP. Megvan a VP. Szép, nyugat egy. Nagyon szép. A nyugat volt. True story. Ott a nyugat. Megeltem. Oh, heaven, nézem mostantól. Első lőttem, hátul van. Ja, akkor mindegy. Ja, de már rég el tudták foglalni a pozitív, röviden is meghosszul. Hibáltak. Ja, igen. Nem mindegy, de csak kulé. A gyerekek, ez elképesztő. Bejött osztó bákát. Nem tudom előni. Egyedül van az osztós egyébként, szerintem fogják. Ez bedobja a füstöt, majd átolja lőve és végig fej. Megnézzük, hogy Kuli mi reklamált, hogy a Krón lesz az, aki betolja a kis házat. 7-2-re vezetünk, úgyhogy lassan valamit ki kell találniuk. Bekerül oda egy
flash jön terror oldalra, a füst az prón elé esik be, és ő ráfog. Ez így érthetetlen amúgy tényleg, hogy mi történik, mert itt nem látott tényleg semmit. Konkrétan nem látott semmit. Ő mondjuk itt lecsekkolja, hogy van-e valaki, de azért nem néz túl sokáig arra. Bár most már hallja, hogy lépek, vagyis hát Priest lép mellette. De itt is alapvetően rossz irányba tartott először, és utána néz vissza. Hát nem tudom megmondani, hogy ez csalása vagy nem, ez lehetett csak szerencse, de az tény, hogy tényleg nem látott semmit, amikor áttolta a füstöt. Az jó. Hát tudod, én robbant a bajtót. Jó, robbants, én lemegyek, én lemegyek. De nincs semmi más. Kettő nyugat, kettő nyugat! Csati van VP. Egy elosztó, vigyázz. Kettő Csati mögött. 7-3-ra visszajöttek, és most megint ki kell találniuk valamit. Azt érdemes megnézni ebben a körben, hogy Grabba az hogyan viselkedik. Hallják, hogy jön a fentras, de utána ő konkrétan úgy fordul hátra, és Bavaz még simán lehetne ott a siló tetején, de őt ez nem érdekli. Egy kicsit, mintha rám tartana falon át, utána itt sétál. Meg lehet az info rólam, de olyan, mintha végig követne. Ugye először, amikor én balra voltam a lépcsőn, akkor balra tartott, amikor jobbra sétáltam, akkor jobbra tartott. Tudod halászni? Single box, single box. Fölén mondtam, hogy a flash. Nice. Ő volt, Walter White volt, no scope. No scope, várta neki most. Ellie, megvan. Vigyázz, Priest. Már ezek büdösek most kicsit. Nyom. Exit. Hát, Walter White-tal vigyázzunk el. Utolsó körben azért ki kell találniuk valamit. Walter White az, akire panasz érkezett. Van egy scoutja. Hát kirohan idáig. Már falon át oda tartott. Látja, hogy elosztóban is vannak, aztán visszajön mégis kintre. Füst mögött itt szórakozik, dob egy molót, meg egy gránátot. Utána késsel benéz elosztóba. És utána csak kintre néz, mint hogyha nem lehetnénk elosztóban. És aztán egy nozum fejes füstön át Foxra. Hat. Hat. Teljesen értelmezhetetlen a játéka. Lehetnének már itt előtte, ő késsel megy. Nem tudja, hogy itt vannak. Tehát már simán lejöhetett volna Pierce. Ő késsel megy. Na jó, egy kicsit magyarázom ezt, hogy miért gondolom azt, hogy fura, hogy itt késsel megy, oké? Okay? Tehát a társa szemszögéből látszódik, nem látszódik semmi amúgy, azt tudja, hogy egy kint van, mert valószínűleg lőtt egyet. Krón az lent van a rámpán, úgyhogy neki fogalma nincs semmiről. Walter meg ugye késsel megy. Úgy, hogy Noni, mindjárt megnézzük, mit látott eddig. Kulit le tudja lőni. Utána nézzük, Bavazról lesz egy infója. Igen, Bavazról van infója. Igen, csak Bavazról van infója. Csak Bavazról van infója, és amikor Walter White szépen késsel mászkál, ő még mindig Bavaz tartja. Nekem volt eleve jobb a pozim. Rampa, szép. Van még kettő.
De bazd meg! Kettő még van. Váluk már nincs. Kettő van itt, kettő vár. Bomba. Kábadabá. Jönnek lefele. Még egy jön vissza. El van nyomva a hangot, fuck. Azt mondtam a mocskában, amúgy duduk vagy? Nem, faszomba jön tényleg amúgy. Megint el van. Semmit nem érteni. Istenem. Egy ikor. Talált. Kva az ajtó, úgyhogy... Én vagyok ikor. Itt van Csati, mi a Csati? Csati. Bam, 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 bam. Mondom, hogy VH van. Ez most nyerhetetlen innentől kezdve. Hát olyan szempontból érdekes az első kör, hogy így bejönnek rámpára, emberünk eleve dezertet vesz páncél nélkül, utána letart bavazra, és egy golyóval kiszedi. Végül is ez nem lehetetlenség, utána megfordul, és ez az a legérdekesebb, megfordul, igazából mi látjuk az ő képernyőjéből, hogy mind a négy CT rajta van, a képernyőjén, és nem számít arra, hogy a heaven alól jön valaki, nem számít arra, hogy alulról feljönnek, csak ugyanúgy az elosztót nézi. Most indul vissza segíteni a társainak, de még nem nézett hátra egy pillanatig se, nincsenek kétségei, hogy hol lehet ellenfél. Mondom, a meccsen még nem sikerült az embert hátba lőnünk. Most is itt, hát azért visszatart, mert nem tudja, hogy most én be fogok előjönni, vagy kint vagyok. Besétál a fenti lerakóra, és nézzétek meg. Nem nézi meg kisház tetejét, lefele néz a lerakón, a lenti lerakó felé. És amikor kisétál itt nyugatiba, ez a másik nagyon szuper dolog, kisétál nyugatiba, nem ezt a sarkot tartja, ahol ellenfél lehet. Jó, hozzáteszem, lehet itt is ellenfél, bár mondjuk, hogy ennyire biztos volt, hogy itt nincs senki, és a heavenből jött a társa, akkor valószínűleg itt már nincs ellenfél. De nem ide tart, hanem csak kószál a célkeresztje mindenfele. Igen, megint lefele néz egy kicsit, és utána jön Dead Fox, őt már hallja innentől kezdve. Na most, ilyenkor, tehát ilyen általában akkor szokott lenni, hogy ennyire elhagyod a célkeresztet a crosshair placementet, amikor nem a játékkal foglalkozol, vagy a társaiddal beszélsz, vagy a radart nézed, vagy a mit tudom én, vagy éppen beszélnek hozzád, vagy nem tudom. De valószínűleg itt nem ez a történet van, mert érdekes módon mindig ahova néz, ott valahol látunk valakit, a másik lerakón, falon keresztül, és a többi. Itt most nem számít arra, hogy Fox az mennyire kemény, és számít erre a pozícióra, úgyhogy ki is esik, de a társa innentől ezt meg fogja oldani. Hát itt, hát nem tudom. Mindegy, ezt nem lehetetlen megcsinálni értelemszerűen, de mi is talán mi is csináltuk volna jobban, hogyha egyszerre píkelünk és bátran lelőjük, ez nem sikerült. Az utólagos elemzés azért érdekes adatokat mutat itt is. Barátunk olyan villámgyors reakcióidővel rendelkezik, hogy a harmadik lövése 166 millisekundummal azután dördült el, hogy meglátna. És persze az is fejes. Ritka az ilyen gyors reakcióidő, de pont erről, hogy mekkora a profik reakcióidője, csináltam egy videót, és ennek a videónak a leírásában találtok nyomokat az egyik kódhoz. Lekó vagy? Full lekó. Full lekó. Persze. Jó gombos. Zártam már. Robbantják, figyelj. Nyugati moló. Kint nem jön. Elosztott rakolgatás. Nice. Van még, kettő ajtó. Lejött vagy nem? Még nem. Igen, ebben a körben mi echozunk, hogy olyan sok minden nem fog történni. De megint érdemes nézni, hogy puff. Írsz, az csak be. És rátélt. Rátölt. Megnézi, hogy van-e valaki. Hoppá, igen, van valaki ott, és onnantól kezdve oda tart. Én is így szoktam kömen csekkolni a kisház tetejét, és most megmutatom, hogy néz ki ez úgy, hogyha nincsen X-ray. Így. Felnézek oda, így, így. Megnézem, hogy a lámpán van-e valami. Nincs a lámpán semmi, de azért oda tartok. Jó, és akkor lelőttem fejbe. Nagyszerű. Igen, ez a G4 skin, az nem biztos, hogy skins. De valami közös van bennünk. Hát, mi háznak, de ettől függetlenül még le tudjuk hozni. Mm-hmm. Big info.
100 órás account kaptam. Vágom, hát engem... Ja. Felültem. Meget kintoltak meg, Fox? Egy hangár. Hangár? Nem. Rádiós, bazzik, nem tudok beszélni, bocs. Egy lobby. Lent rakják, fenti rakják? Lent. Bazd meg! Heaven alatt már egy. Fire in the hole! Ja, vagy még egy kettő van ki. Jajjaj. Ja. Slime voltak. Ezt hozott is. Ja, Max ki. Amúgy nagyon jó, hogy 10 másodpercig néztem ezt. Kérdőzve. Sőnk egy elosztott rámpát. Rámpát nyomom. Híres. Elosztott. Rádiós boltolom előre. Te menjek nyugatba? Nem. A híres flash. Uh-huh. Szeretem. Előző körben ugyanezt csináltam amúgy, de lapon sajnos fejbe baszott a gyerek. Jó, Walter. Lásd dolog, hogy majd fordul. Hoppá, bocsánat. Még egy rossz. Egy ló. Elborultam. Köszönöm, hogy itt van itt, ne? Na, hát megint különben érdekes lesz nézni. Grab a szemszögéből. Hát meggondolja magát, mégse rámpa felemegy. Tehát a, hát... Nation Heavenben leszek, hanem rakón, igen, és ez pont eltalálja. De a társának a szemszöge is érdekes ugyanebben a körben. Ugye Walter. Ki, hoppá, hoppá, valami miatt visszafordult. Valami miatt visszafordult. Hát és aztán csak oda gránátozik. Kiflesssel eldobja a molotovot. Még egyszer mutatom, izé nélkül. És miután már visszafele jön, azután lehet hallani a trappokat. Még egyszer. Igen, konkrétan miután már visszafele lépett, akkor lehet hallani a hangokat. Előbb mozdult rá a rámparasra, mint hogy meg lehetett volna hallani, hogy jön a rámparas. Nézzük, mi lesz ebből a körből. Mi lesz a V-ház? Pannom. Nice. Hát az egyik, de a másik csaló az rádiósban. Nem látok kint ebben. Én lementem a Satiba. Okay. Egy csaló, hogy rádiós. Látszom a kint. Csaló volt itt. Rámpa fogom. Rámpát fogom. Egy lobby. Te létrázol? No. Mit nézel? Sárga egy. Jó, hát akkor felmegyek exitből. Ja. Nézed neked lobbyt? Nézed nekem lobbyt, Fox? Még nem most. Itt van még az ajtó, nem kell akkor, bocs. Hol hoztak? Egynyikor. Kint tiszta. Rámpa. Egy. Az agyád. Lementem exitből. Egy befutott. Szép, egy eset. Az igen. Nem lemegy, nem lemegy, nem lemegy. Visszaföl, visszaföl. Nem. Szép. Jó, bomba van lent, akkor... Ucsó is itt. Lehet, most már. Le. Rampa volt ucsó. Nem, 15 szek, nem. Nem kell menned, nem kell menned, Pierce. Csak nézek át, hogy visszabombát, nem. 10 szek, úgyhogy VLT is akár. Ne menj el. Ennyi. Miért nem mehetek el? Nem, nem lehet, nem lehet átlőni sajnos.
Na, hát ezt a kört Gaba szemszögéből nézzük majd meg. Ő lesz a betétársam, azt hiszem rámpán. Gaba az beflessel, Baltert lelövi, Gaba az, aki vissza tudja lőni, és utána elmegy rámpára. Ugye én már forgok. Nem tudom, megérezte a flash-t. Kap egy gránátot, aztán rám dobja a molotovot. Le fogja füstölni a molotovot, és aztán... Hát pont rám tartottam úgy, és eldobta azt a gránátot. De... Még ennek sok értelme nem volt. Megint nem tudni, hogy mit csinálnak. Tehát... Eleve, ahogy mozgatja az egeret, az egy borzalom. Hát aztán csodálkozunk, hogy ilyen molotovot dob. Visszamegy elosztóba. Oké. Okay. Szóval ő az, aki 15 fregnél jár. Csak mondom. Tehát ő az, aki 15 fregnél jár az ellenfél csapatában. Jó, hopp, hát itt van két ember. De nem baj. A kulit majdnem szét tudja lőni, de Kuli végül ezt befejezi. Aztán érdemes megnézni a különbséget. Noni, aki letart sarkokat, tudja mozgatni az egeret jó helyre. Tehát ő konkrétan arra a részre mozgatja az egeret, ahol lehet ellenfél. Még most nagyon bátor, de most vissza tart azért oda. Tehát nem random helyekre tart, nem a izék közepét nézi, a rámpa közepét, meg ilyesmi. Hanem most is olyan szögre néz ki, ahol lehet ember. Olyan helyre tart. Látjátok, mekkora a különbség? Hogy hova rakja a célkeresztet? Összehasonlíthatatlan. Ajtóra lefüstölöm ajtót. Megvan. Egy rádió. Vissz, én ezt nézem. Hát de, fúf, len van rámpa. Ez heaven gyanús. Egy siló. Meg a heaven, a heavenbe. Hozzák heavenből plantot. Egy heaven, egy nyugat, egy mit tudom én, kurva az annyi az összes. Walter White most benyalja ezt a flash-t. Elelőjük Bavaszt, aki megint pusolta a rámpát, kijön. Hát nagyon jó helyre tart, és engem is kicsinál. És Graba feljön heavenbe. Ugye itt kapja a gránátot, meg a püstöt Pierce-től, ezt végig infózza különben Foxnak. Graba most észreveszi Foxot a nyugatiban, ő ki is esik. Ehhez volt egy pár szava. Pierce is megvan neki, és innentől különben eléggé szétcsúszott ez a kör. Már sok mindent nem kell nézni rajta. Van egy darab füstöm. Nem logikus. Itt van valami. Rádiós klépás. Oh, Istenem. Megvan. Meg ott még egy kint. Kettő kint. Van az három is amúgy, mindjárt jön a nyugati. Három, igen. Meg Bobby. Jön át, nyugat. Épp még egy, nyugat. Heaven. Ugye ebben a körben Ted Fox nehezményezte Walter White-nak a megmozdulását, aki hát kömény jó helyre tart, megint, hopp, és egy golyó, és utána a következőre is jó helyre tart, de Kulival már nem tud elbánni. Erős. Hát egy CT körünk van, basszus. Amúgy passzívok vagyunk? Vagy passzívak vagyunk, elmegyünk? Bejönnek. Maradjunk a segünkön, attól függetlenül. Pierce, essél le a lerakóra, jó? Ott legyél a rakó mögött, én leszek fölötted. Én
van megint. Értelme, amúgy beülnem oda, hát úgyis tudom, hogy ott üve. Kiló fejelve. Még kettő kint. Nyugodt bejön. Egy lobby. Van egy ház, csak a sárgát néz. Be fog jönni a sárgát. Egy lement exit, lement exit már. Jó, ott hagytam rampát. Holókoli. Kifejeltem az ajtóst. Egy bőn, nyugat, nyugat, nyugat bement, és lent lerakta. Na nézzük, Walter White az a két különben. Mi? Szóval Walter White, ami érdekes itt, hogy ugye nem vesz észre, pedig kint vagyok a semmi közepén. Nagyon a füstöt tartja, de nézd csak. Hogy micsoda? Hogy odaránt? Figyelj! Tek-tek-tek! Konkrétan így megállt a célkereszt a fejemen. Nem csak wallhack van itt. Ez egy decemberi meccs, mert nincs meg a teljes videó a mi oldalunkról. Nem is hiszem, hogy vissza tudom keresni. Tartják itt az elosztót. Pavasz jön előre, mondjuk hangot ad, úgyhogy ez most pont nem olyan, amit ne lehetett volna, de még nézd meg, hova tartja a célkeresztet. És utána befut rámpán. Mégis két ember van még életben, lerakják a lentin, de az egész egy vicc. Na mindegy, remélem érthető volt ez az elemzés, meg hogy mik azok a dolgok, amik megkülönböztetik a jó játékosokat ezektől, meg hogy mitől kezd gyanús lenni egy játékos. Ugye Kuli már az első körben kb. Felmérte, hogy itt csaló van, ami lehet, hogy egy kicsit elhamarkodott, hogy mondjam, kijelentés volt. Ettől függetlenül beigazolódott, amit ő mondott. És az igazság, hogy aki játszik egy ideje, azoknak a nagy része fel tudja mérni, hogy mik azok a dolgok, amik furcsák, amik vele történnek, mi az, ami nem reális, és mi az, ami belefér egy normális izébe. Ettől függetlenül persze nem mindig van igazunk, tehát volt már olyan, hogy úgy éreztük, hogy csal az ellenfél, és visszanéztük a demót, és kiderült, hogy igazából aznap szerencséje volt. De vannak ilyenek is, amikor ténylegesen kiderül, itt se lehet persze 1000%-ra mondani, de azt gondolom, hogy elég sok bizonyítékot felhoztam arra, hogy miért volt ez a két srác wallhackes. És sajnos, mivel jelen pillanatban a VATS rendszer nem igazán működik C2-ben, azaz, hogy nem működik jobban, mint C-Go-ban, ráadásul a Trust Factor az konkrétan nem megy, mert szerintem nem kompatibilis magával a Premier rangrendszerrel. Szóval... Ja, ez van jelen pillanatban C2-ben.